ilyen hajóval fölhúznak így eltörelmével. És nézegettem, hát gondolom fentről milyen jó lenne így körülnézni. A vágyom az, hogy így körülnézzek, elfelejtettem el a tériszonyt. És hát el is indultam, be is ültem a hajóba, meg ki is fizettem a pénzt. És hát amikor már kihajóztunk, hogy így fölcsapottuk, akkor már éreztem, hogy nem kéne. Hát az, meg kellett mutatnom a csajomnak, hogy férfi vagyok, akkor már nem mondhattam vissza. És hát 15 percig húzgáltak olyan 120 méter magasan, mert most abban a pózban, amivel engem elindítottak föl, abban jöttem le, felét körülbelül becsukott szemmel töltöttem és imádkoztam. Aztán ugye 3 perc múlva már úgy azon gondolkodtam, hogy lecsatolom magam, hogy legyen már vége. És akkor az egyik barátom, aki sikló elnézik, az mondta, hogy na ez az adrenalinus, hogy a 2 hét múlva akarni fogod megint, hát azóta eltelt, hogy 8 év megint. Ez van szabad, hogy is egy régi visszapasztalom, hogy így vitek vissza múlt rász minahé. Ebben nyugdíj meg is kocsánál egy dolgozni Chorvátszkó. Ale šel na pláži a viděl ten, jak tahají ten na motorovém člunu na tom panák a říká, že jak dobrý bylo Bůh se podívat na okolí a říká, že tenkrát ta touha podívat se na okolí byla větší než, než paměť, že zapomněl na tu na to poby. A já tam zaplatil úplně ve člunu, když ho to napadlo, že možná to není dobrý nápad, ale chtěl ukázat svý přítelkyni, že je muž, tak tam říká, že jak, jak ho vypustili. Ty poz se vrátil úplně a říkal, že půlku času měl zavřený oči a modlil se, že přemýšlel, že se odpojí a jenom aby to už bylo konce. A má kamaráda, který dělá paragliding, a ten mu říkal, že to je to adrenalina a za pár týdnů to už bude chtít. A říkal, no oplynulo 8 let a pořád to ještě nechce. Ale